Szeretettel köszöntöm Önöket, ismét a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. A mai műsorban egy fiatal fehérvári hölgyet szeretnék Önöknek bemutatni, egy olyan hölgyet, aki azt hiszem, hogy mindannyiunk szemében példakép lehet. Drusza Orsolya megküzdött egy daganatos betegséggel, és azóta némileg mozgáskorlátozottan éli az életét. Harcol a mindennapokban, de én hiszem, hogy sikerülni fog neki. Köszöntöm a stúdióban Drusza Orsolyát, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, Szilvi, köszöntöm a nézőket itt, és jó estét kívánok. Még mielőtt bármit mondanánk, szeretnék egy néhány sort felolvasni, jó? Jó. A nézőknek, hogy egy picit kapjanak egy képet arról, hogy te hogyan éled a mindennapokat, és hogyan fogod fel az élethez való hozzáállásodat, mit jelent neked a pozitív gondolkodás. Tudom, mit szeretnék, mélyen bevéstem a lelkembe, mindig csak az aznapra gondolok, és ma megteszek mindent a jövőmért, de nem tekintek a távolba. Nem számolok, nem agyalok, nem keseríthetem el a szívem, hogy még mennyi munka van hátra, és mennyi időm megy rá ebből az egyetlen megismételhetetlen életemből. Kizárólag a szép lebeg előttem, és mélyen legbelül tudom, hogy mindez úgy lesz, ahogy akarom. A türelem a tanítom, az idő a barátom, a kitartás én magam vagyok. És ezt te írtad. Ezt én zsepit nem hoztam. Na jó, hát ennyit akkor a könnyekről, jó? Na de hogy miért írtad ezeket a sorokat? A kedves nézőknek ugye elmondtam az elején, hogy egy daganatos betegséggel megküzdöttél. Menjünk mindennek a legelejére egy picit. Mi ugye most már, azt nem titkolom a nézők előtt, mi már több mint 10 éve ismerjük Igen. egymást, tehát én nagyon fiatalon találkoztam veled Igen. még, talán ilyen 20 éves Igen. környékén lehettél. És akkor hát mondjuk azt, hogy minden rendben volt, bár majd a végén azért megbeszéljük azt is, hogy most is minden rendben van. Mert hogy két, szerintem egészen más életről teljesen. Beszélünk. Teljesen. Ami biztos, hogy sokat adott neked. Kezdjük az elején, hiszen amikor én 21-22 éves korodban ismertelek, akkor kereskedelemben dolgoztál. Így van. Igazság szerint éltem a mindennapjaimat, terveztem a jövőmet, iskolába jártam, dolgoztam, bár már akkor is elég nehéz volt, nehezek voltak azok a mindennapok, hiszen akkor betegedett meg az édesapám, ugye, vastagbélrákja lett, és hát 3,5 évet ugye küzdöttünk a javulásáért, de eredménytelenül, úgyhogy így ott maradtam később anyukámmal, meg a testvéremmel, úgyhogy nem volt egy egyszerű dolog már akkor sem, és hát megtanulni azt, hogy apa nélkül élni, megtanulni azt, hogy innentől kezdve én vagyok a ki családfenntartó, mert végül is én gondoskodtam azokra a dolgokról, amiről apu előtte, és lelkileg nagyon összeomlottam. Úgyhogy hát talán így a daganatnak, meg így a betegségnek ez a legkezdete, ha lehet így mondani, hogy én ott lelkileg összeomlottam. Igen, azt szokták mondani a daganatos betegek között, hogy mindenki megtalálja az ehhez vezető okot, így visszafele gondolva. Igen. Akkor ezek szerint ebben látod ennek az okát? Én abszolút ezt gondolom, igen, hogy őt abszolút nem tudtam elengedni. És megismerkedtem az akkori párommal, és ő azért segített a lelkemnek, hogy igenis van élet, és hogy igenis kell tovább élni, és csupa szívvel látni a világot. Úgyhogy én nagyon igyekeztem, aztán egyszer csak jött a bum. Addig mi történt, amit tudok, hogy közösen üzemeltettetek egy éttermet, hát ami mikor ugye a mai napig is működik. Igen, hát igazság szerint mikor megbetegedtem, akkor vettünk át egy éttermet a belvárosban, és az a mai napig működik, és még további tervek is vannak, igen, igen. Hát akkor én igazából egy szállodában voltam pénzügyes, amikor megbetegedtem. Ez ugye 13-ban volt, tehát igen. Most már akkor ez 5 éve. Igen. Mondhatnánk azt is ilyenkor, ugye 5 év után szokták mondani, hogy gyógyult Igen. az ember. Hogy fedezted fel? Mi történt? Hát egyik hétvégén tévét néztem, és a kezemmel
észrevettem, ahogy így támaszkodtam, hogy ja Isten, mi ez a csomó itt. Aztán úgy nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, mert gondoltam, hogy menzesz előtt álltam, hát egy ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy a mirigyállomány egy kicsit megduzzad. Aztán körülbelül rá egy másfél hétre, mondom, megtapintom magam, hogy mi újság, és akkor így konkrétan levert a víz. Tehát felültem az ágyból, és furcsa érzés, mert tényleg én egy nagyon pozitív ember vagyok, de tudtam, hogy baj van. Úgyhogy ez egy szerdai nap volt, határozottan emlékszem este, úgyhogy én másnap mentem is, és Fehérváron az egyik egészségügyi központba gyorsan időpontot kértem személyesen, és hát visszahívtak délutára, mert hogy akkor voltam 26 éves, hogy azonnal meg kell nézni. És akkor visszamentem délután, és azonnal megbökték, vettek belőle biopsziát, ultrahang is volt, meg mammográfia is. És egy hétre rájött az eredmény, hogy nem tudják megállapítani, mi ez. Úgyhogy így ez a bizonytalanság, ez nagyon nehéz volt, de bevallom őszintén, hogy féltem. Tehát, hogy... Hát persze, főleg ennyire fiatalon. Hát, hogy ez most tényleg velem történik, hogy most a családban most még egyszer. És elkerültem Pestre az onkológiára, és ott is vettek biopsziát, csak ott vastagtűvel. És én nagyon szeretek mindent tudni, tehát hogy én nekem azonnal kérdeznem kell, és most én megkérdeztem, hogy ez micsoda. És azt mondta a doktornő, hogy 98%, hogy rossz indulatú daganat. Nem is értettem, tehát hogy így úgy jöttem ki, hogy így azt se tudtam, hogy hol vagyok, hogy fiú vagyok-e vagy lány. És nagyon nagy szerencsémre pont aznap voltam bejelentkezve a kineziológushoz, Siófokra. És én ott mindent kiadtam magamból. Tehát én a kineziológus segítségével úgymond elengedtem az apukámat. Uh-huh. És hát aztán később ugye jöttek a napok, megtudtam, hogy rossz indulatú. Egy délután úgy sírdogáltam otthon az ágyban, aztán megmentem és csináltam, amit kellett. Tehát, mi volt az, amit kellett csinálni rögtön? Műtét jött? Telefonon tudtam meg az eredményemet, és még azon a héten csütörtökön hívtak emlőbizottságra. Ez úgy néz ki, hogy több orvos van körülötted, meg pszichiáter, vagy pszichológus, már nem is tudom a végzettségét, és mint egy szallagon lévő valakiről eldöntik, hogy na most akkor veled mi lesz. És közölték, hogy nagyon fiatal vagyok, ilyenkor nagyon gyorsan szaporodnak a sejtek, a jók, a rosszak, ezért ők nem javasolják a műtétet, hanem először nézzük meg a kemoterápiát, hogy használ-e egyáltalán. A rosszabb fajtából való van, de hogy nem a legrosszabb, és én akkor még csak azt tudtam, hogy a mellemben van. És ott nagyon elkezdtek, vizsgáltak, ugye mindenhol nézték a nyirokrendszerbe, hogy tapogattak, és hát mondták, hogy a hónajamban is van áttét. Hát az úgy megérintett, hogy most akkor ez szaporodott, úgyhogy elkezdődött a kemó rá pár napra. Ez Budapesten volt egyébként? Igen. Oda járt? Én oda, mindig én ezt oda, így kell mindig elképzelni, hogy akkor 3 hetente fölmeszkelte. Hát meg külön vérvétel, uh-huh. meg külön CT. Hát az egy nagyon nagy procedúra. Hát az uh-huh. volt. És hogy viselted a kemót? Én azt hittem, hogy tudom, mi az. Mert hogy apuval jó néhányat végigcsináltunk, és emlékszem, hogy amikor először elmentem, hogy bátran, hogy jó, hát ez tudom, mi lesz, hányni fogok, már bocsánat a kifejezésért, de hát ugye tudjuk, hogy ez van.
szédülni fogok, rosszul leszek, stb. Hát teljesen más, mikor a saját magán érzi az ember, hogy most mi történik. Hát nagyon féltem. A párom, emlékszem, hogy, vagy hát a volt párom ott állt az ajtóba, és mondtam neki, hogy legyél kedves onnan elmenni, mert ha téged nézlek, végig fogom bőgni. Úgyhogy... Ebből hány ciklus kellett, hogy kapjál? Hát először kaptam 3-at. Én dolgoztam mellette, tulajdonképpen persze rosszul voltam, ugye megkapod a kemoterápiát, pár napig rosszul vagy, általában én csütörtökön kaptam, én hétfőn már mentem dolgozni. Hát először 3-at, aztán műtét volt, aztán megint 3 kemoterápia, majd 25 sugár. Mikor jelentkeztek először a gondok? Ugye, és akkor most mondjuk is el, hogy mi az, amiben, ugye én az elején, a műsor elején elmondtam, hogy mozgásodban korlátozott vagy, és amit én úgy tudok, hogy ugye ez valószínű, hogy a kezelések következtében jött, hiszen hát, addig nem volt gond. Nem, addig nem volt. Tulajdonképpen én megkaptam a 3 kemoterápiát, és utána megműtöttek. Pécset műtettem magam, mert hogy ott azonnali szilikon beültetés tudnak végezni. Igen, ugye itt tehát akkor egy ülésben végzik, nem úgy, mint mondjuk több helyen, hogy akkor van egy átmeneti időszak. Így van. Hát ugye a kemoterápia roncsol. Na most nekem több, mint valószínű, hogy a bőröm nem bírta. Tehát ugye annyira el kellett vékonyítani a bőröm alatt, tehát hogy mindent ki kellett pakolni ahhoz, hogy biztosra menjenek, hogy nem maradott semmilyen rossz indulatú sejt, jó indulatút sem szabad otthagyni. Ezáltal egy nagyon vékony réteget kaptam, magyarul nem bírta a bőröm a szilikont. Uh-huh. Úgyhogy 6 hét múlva, amikor elkövetkezhetett volna, hogy levegyék a szorító melltartót, hogy lássam a végeredményt, engem még egyszer megműtöttek és kivették a szilikonokat. Úgyhogy most azok nélkül vagyok, és nekem már akkor a műtét során jelentkeztek piros foltok a bőrömön. Azt mondták, hogy előképzelhető, hogy idegi állapot miatt, hogy ugye a műtét okoz egyfajta stresszt, meg hát a kemoterápia is, stb. És akkor nagyon gyorsan pörögtek az események, mert a második műtét után másfél hétre én már megint kemót kaptam. És minden rendben volt. Hát mondom, miért nem kaptam én eddig ilyet? Hazamentem, emlékszem, elmentünk giroszozni, fagyizni, jól voltam, másnap kitakarítottam a házat, mostam, nagyon jól voltam. És akkor egyszer csak szombaton egy ilyen lázas állapotszerű fájdalom jött rám, elnehezültek a végtagjaim, hát azt hittem, hogy belázasodtam, megfáztam. És úgy éreztem, mintha rám raktak volna nem tudom hány tonnát, mindenem fájt, alig tudtam mozogni. Visszamentem az onkológiára, hogy most mi történt, hogy mi ez, amit érzek. És mondták, hogy hát valószínű, hogy egy kis megfázás, stb. Nem baj, a vérképem jó, menjünk, csináljuk a következőt. Mondom, jó. Hát a következő után már olyan fájdalmaim voltak, hogy ugye nem volt hajam, én olyan kemoterápiát kaptam, hogy kihullott a hajam, úgyhogy kendőt kellett kössek. Úgy támasztották alá a könyökömet, hogy meg tudjam kötni a kendőt, mert hogy nem volt erőm felemelni annyira a kezemet. A munkahelyemen a dossziét alig bírtam el, a lépcsőzés fájdalmas volt, alig tudtam lehajolni, bekötni a cipőmet, hogy nem is tudom. De és aztán ez az állapot, ez valamennyire ugye állandósult, hiszen... Teljesen, sőt. Hiszen hát ugye a mai napig ezzel küzdesz. Hát az elején hónapokig borzasztó volt, tehát én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy ezt így hogy éltem túl, mert hogy... Fájdalommal egyfolytában lenni, és hogy... Ezt úgy kell elképzelni, mondjuk fájdalomcsillapítókat szedtél, vagy inkább szenvedtél magadban? Egyszer-kétszer bevettem, aztán mivel nem használt, úgy voltam vele, hogy nem szeretném elkövetni azt a hibát, hogy,
hogy a már meglévő májamat még roncsolom fájdalomcsillapítókkal, úgyhogy próbáltam mindenféle növényi alternatívát, de semmi nem használt. Akkor már gyógytornáztam is, de semmi. Mit mondtak erre az állapotra? Hiszen ez legalábbis arról, amit én tudok, nekem nagyon ritka dolog. Hát 10 000-ből egy embert érint, ám bár én a 4 év alatt megjártam egy pár orvost, és senki nem látott még ilyet. A külföldi irodalomban olvasta ki erről, hogy hát igen, indukálhat ilyet a kemoterápia, meg a daganat együtt, de majd helyre jön. Uh-huh. Tehát nem dű van bennem, mert azon már túl vagyok, mert volt bennem dű is, hogy én szóltam, hogy nem vagyok jól, tehát hogy ezt miért nem tudtuk megállítani. Uh-huh. Miért hagytuk, vagy miért nem vizsgáltuk ki? De hát nem sikerült, úgyhogy ezen már túl vagyok. Inkább az, hogy folyamatosan figyelnem kell arra, hogy az én testem mit üzen, hogy mi jó nekem, és igazából én saját magamat követem, vagy nem is tudom, hogy jól fogalmazok-e, akár, hogy mit teszek, hogy kihez járok edzeni, kivel vagyok, vagy éppen hol lakom, vagy bármi. Tehát, hogy folyamatosan változok. Hál' Istennek jó irányban. Akkor, amikor ez a helyzet állandósult nálad, és úgy hát el kellett ugye, hogy fogadd, hogy ez van veled, akkor mi volt az első lépés, hiszen azt tudom, és ugye az elején is, ahogy elkezdtem ezt a beszélgetést, tudom rólad, hogy egy nagyon nagy harcos vagy, és kitartasz, és a pozitív gondolkodást, azt tényleg sokan átvehetnék tőled. Hogy mi volt az, egyrészt milyen erők mozgatnak a mai napig, mi az, ami így hajt előre, hogy tenni kell, csinálni kell, és azért azt meséljük el a nézőknek, hogy kell elképzelni a te mindennapjaidat, hiszen itt ülsz, fiatal, csinos lány vagy, nem látszik rajtad, én azt gondolom, szinte semmi, de azért te hétköznapokat nagyon nehezen éled meg, és ugye segítséggel. Hogy hát, kell ezt elképzelni? Szintén, hát ott kezdődik, hogy én már reggel ébredéskor segítségre szorulok, mert én a fejemet sem tudom felemelni egyedül az ágyról, nem tudok felülni, úgyhogy tulajdonképpen a testvérem él velem, úgyhogy... Hát felöltöztet reggel, ellátjuk Ügyes Bajos dolgaimat, és akkor ő elmegy Pestre dolgozni, én pedig a továbbiakban, hát éppen akivel vagyok, segítik az utamat. Tehát, hogy így én nem tudom magasba emelni a kezemet, nem tudom kinyújtani a kezemet, nem tudok lehajolni, nem tudok legugolni, nem tudok felállni a székről, tehát ugye lépcsőzni sem? Semmi. Tehát, hogy segítséggel igen, de hogy magamtól nem. Tehát, hogy most, hogyha jönne egy kutya, és hogy, mert volt már olyan, akitől megkaptam, hogy hát biztos, hogyha olyan szituációban lennél, akkor azért megoldanád. Hát ez nem így működik. Tehát egy mozgássérült ember, aki hát részleges izombénuláson van tulajdonképpen, Ez nem így működik, hogy akkor futok a kutya elől, és akkor beindul az állati ösztönöm, vagy az emberi ösztönöm, vagy bármi, nem tudok. Vannak nehéz perceim, amikor úgy összejön minden, vagy egyszerűen csak nem süt a nap, és akkor végig gondolom, hogy ez meddig megy így, vagy meddig lesz erre erőm. Aztán úgy átlendítem magam, és mondogatom magamba, hogy erős vagy, meg tudod csinálni. Hogyha eddig már tudott nyúlni ennyit az izmod, akkor fog tudni annyit is nyúlni. Vagy hogy van bennem tett vágy. Igazából én amiben hiszek, az saját magam. Hogy nincs olyan, hogy nem. Talán ezt egyébként az apukámtól örököltem, hogy úgy mindent meg lehet oldani. Még akkor is, hogyha ilyen nehézségekkel küzdesz. Beszéljünk egy picit arról, hogy
Ugye mondtad, hogy nehézségeid vannak, és hogy a mindennapokban is segítségre szorulsz, de ez mellett ugye azért az izmaidat próbálod edzeni. Igen. És ugye én nagyon sok felvételt láttam rólad az elmúlt hónapokban. Nem csak azért figyeltem fel rád, és szerettelek volna meghívni, de mert hogy nagyon régóta ismerlek, hanem ha nem ismertelek volna is, azok a videók, amiket láttam rólad, nagyon megindítóak voltak, hogy tényleg elmész egy edzőterembe, azt hiszem, jól tudom, hogy napi kétszer jártál annak idején, amikor még más edződ volt, és akkor ott végigcsináltad, edzettek, mindegy, hogy beszéltek veled, küzdöttél, csináltad, és egy picike kis, tehát olyan pici nüansznyi kis sikereket értél el, ami neked nagyon nagy dolog. Igen. Tehát, hogy tényleg az, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy milyen dolog fellépni egy fellépőre, vagy egy lépcsőfokra. Hát az egy 9 centis fellépő, hogyha egy videóról beszélünk éppen. És mennyire örültem neki, hogy az jó volt nagyon az, hogy így ezt el tudtuk csípni. Vagy leültél éppen egy ilyen zsámolyszerűségre. Igen, tehát hogy ezek nagyon megindító videók voltak, és azt láttam benne, hogy minden nap tényleg azért küzdesz, hogy ez az állapotod javuljon. Nem szabad egy napra sem tulajdonképpen úgy megpihennem. Persze vannak pihenő napok, amikor nincsen edzés, de akkor is ugye állandóan kell valamit csinálnom, állandóan mozgatnom kell magam, mert hát egyrészt, hogy ne stagnáljak, hanem javuljak. Egyébként sok helyen jártam, próbáltam akupunktúrát, lovasterápiát, felfüggesztéses tornát, sima gyógytornát, dévénytornát, voltam edzőnél, most épp ilyen nyújtásos, hát inkább olyan feladatokból áll össze az edzésem, ami inkább nyújt, mert hogy ugye meg vannak rövidülve, be vannak kontraktúrásodva a sarkam, a könyököm, tehát ezeket muszáj kinyújtani. Hála Istennek így elég jól megalapozódott az elmúlt fél évben az erőlétem, úgyhogy kicsattanok az erőtől. És mekkora változást értek el nálad eddig? Tehát most hogy kell elképzelni, hogy mi az, amit régebben nem tudtál, de mondjuk ma már tudsz? Hát azt azért el kell, hogy mondjam, hogy én tavaly februárban találtam magamon még egy csomót a mellkasomban, és a CT és az MR felvételek bizonyították, hogy ez a csomó az eddig is itt volt. Uh-huh. Ez egy bőrátét volt, így van, ez egy bőrátét, csak azt nem gondolták, hogy az, és ezért nem jártak utána. Valószínűleg, hogy az gátolt a felépülésben. Úgyhogy tavaly áprilisban kivették, és akkor én úgy érzem, hogy onnantól kezdve van egy elég gyors fejlődés, de mégis lassú, hiszen előtte 2 évig gyulladásban volt a testem. Uh-huh. Tehát azt szokták mondani, hogy amennyi a betegség, minimum annyi idő a gyógyulás, úgyhogy még van egy kicsi hátra. Jó, beszéljünk most egy picit a napi munkádról is, hiszen hát ugye, ahogy beszéltük, egy éttermet üzemeltettek, és nagyon jól megy itt a belvárosban. Köszönjük. És jókat hallani, tényleg nagyon jók a visszajelzések. Hogy kell elképzelni itt a napi munkádat, mennyire veszel részt, vagy mennyire tudsz részt venni benne? Hát, ha már lehet ilyet mondani, akkor ésszel mindenképp. Igazából a pénzügyi, munkaügyi dolgokat én csinálom, illetve mindenféle olyan dolgot, amiben döntést kell hozni a társammal. Napi szinten kapcsolatban állunk, és mindenről az utolsó váza vásárlástól elkezdve a éppen milyen kávégépet vegyünk, vagy hogy milyen legyen az asztalterítő, vagy hogy milyen legyen az új étlap, mindenben, és hogy folyamatosan fejlesztünk, és hogy most is egy, hát véleményünk szerint remek dologba vágtuk a fejszénket. Na meséld is el akkor ezt, kérlek. Hát kiderült rólam nem olyan rég, hogy étel allergiám lett, legfőképpen a búza, tejtermék és hüvelyesek, és annak kereszt allergiáim is, és hát nagyon nehéz így étkezni. Nem lehet, nagyon oda kell figyelni, hogy hol készül, milyen olajba, stb. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy lesz egy olyan konyhánk,
ahol mindenmentes ételek fognak készülni, már be van rendezve, már ki van találva az étlap, már nagyon jól állunk, úgyhogy már nem sokára nyitunk, és mi ezeket az ételeket fogjuk itt Fehérváron belül házhoz szállítani. Akkor ez egy hiánypótló dolog lesz, hiszen erre tényleg most már egyre több igény van itt Fehérváron. Sajnos is. Igen, mert ezt komolyan kell venni. Én nagyon szigorúan betartom ezt a diétát, nekem nagyon sokat fájt a hasam, nagyon rossz volt a közérzetem, a bőröm egyfolytában gyulladásban volt, és én most már 9 hete, 10 hete nagyon szigorúan egy falat bűnözés sincs, betartom, és nem fáj a hasam, nem feszül annyit a bőröm, nem ég, nem kell, nincs ez a rossz komfort érzetem, meg szerintem most igazából ez is az alapja annak, hogy jobban nyúlik az izmom, sokkal, sokkal gyorsabban haladok. Pont, azt most muszáj elmondani, pont most volt egy nagy örömködésem valamelyik nap, a francia ágyról eddig nem tudtam felállni otthon. Hát most is úgy tudok, hogy beteszünk egy párnát alám, de hogy ez addig sem ment, és most fel tudtam állni, és próbálok olyan sarkú cipőbe járni, aminek alacsonyabb a sarka, ezáltal nyúljon az ahilleszem, és ezt a cipőt eddig nem tudtam hordani, mert bicegtem benne, és most meg nagyon szépen lent van a sarkam. Úgyhogy... Hát örülök ennek, ezeknek a pici apró örömöknek, amik érnek téged, és én remélem, hogy a nézőknek tudtunk egy újabb példát mutatni, hiszen a mindennapokban is azt hiszem, hogy elgondolkodtató, hogy mi az, ami igazán probléma, és mi az, ami nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az Orsitól nagyon-nagyon sokan tudnak tanulni. Mindenkinek figyelmébe ajánlom egyébként a blogját is, hiszen azt is írod, és nagyon szép történetek és gondolatok fogalmazódnak meg benne. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat fogunk még rólad hallani, és ha egy ilyen fél ígéretet tudunk tenni a nézőknek, akkor én azt tudom ígérni, hogy a közeljövőben egy kicsit hosszabban is lehet majd az Orsiról látni egy kis filmet, amiben majd reméljük, hogy a további fejlődését is meg tudjuk mutatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok fejlődést és sok-sok boldogságot kívánunk neked. Köszönöm szépen a meghívást és a jó kívánságokat. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!